Nagy felháborodás fogadta Szentendrén, hogy Pilis Dániel március 15-én a városi megemlékezésen egy diáklány szövegéből emelt át egy az egyben részleteket ünnepi beszédébe. Az egyik helyi polgár csalódottságának adott hangot kameránk előtt. Ha egy szóban kéne ezt megfogalmazom, akkor az nem lenne éppen tévébarát szerintem, vagy médiabarát, de maradjunk annyiban, hogy nem nagyon akartam hinni a fülemnek egyébként, amikor ezt így először meghallottam. Nem, számomra teljesen elfogadhatatlan az, hogy egy tényleg pártállástól független egy városvezetőnek, vagy az ő kommunikációs stábjának, hogy bárkinek nincsen, nem tudom, egy 10 percnyi beszédre önálló gondolata a legnagyobb nemzeti ünnepünkkel kapcsolatban. Úgyhogy hát ez szerintem több, mint kellemetlen, és az a baj, hogy szerintem, véleményem szerint nem csak az alpolgármester úrra lehet ez negatív hatással, hanem az egész városra. Ugye itt azért Szentendrét a művészetek városának nevezik, rengeteg művész él és alkot itt egyébként, hál' Istennek, és ennek nagyon örülünk. De talán itt egy picit még inkább oda kéne arra figyelni, hogy ilyen azért ne nagyon forduljon elő. És ugye itt azért Szentendén ez a... Hát amióta én itt élek, ez idestova 8 éve körülbelül, én a második ilyen esetről tudok, és mind a kettő ehhez a városvezetéshez köthető, ami megint csak nem egy szerencsés történet. Ugye sem abban az esetben, hogy ez a klímastratégia, úgy biztosan hallottak róla, sem abban az esetben, sem ebben az esetben ez ideig senki nem vállalta a felelősséget egyébként. Ez megint egy kicsit ilyen billegős számomra. Pocskai Norberttől azt is megkérdeztük, hogy kiktől hallott még arról, hogy hasonló véleménnyel vannak az esetről. Nyilván az ember, ahol mozog a saját komfortzónájában, baráti körében, ismeretségi körében, azért sokaknak ez a véleménye, én azt gondolom, hogy ez már azért nem fér bele szerintem, tehát azért nem ártana vállalni a felelősséget valamiért. Nyilván vannak emberek, akiket ezt teljesen hidegen hagy, tehát hogy én ezt is meg tudom érteni. Egyébként szerintem, akiben van egy pici nemzeti öntudat, azért az nem szabadna, hogy ezt hidegen hagyjon. Nagyjából ebben a körben én azt gondolom, hogy azért nagyon sokakat zavar. Sosem gondoltuk volna, hogy megesik az a szégyen Szentendrén, hogy városunk elöljárója a március 15-i ünnepi beszéde során mástól lopja beszéde döntő részét. Olvasható a Szeke által indított petícióban, amelyet többen is aláírtak már, tiltakozva a plagizált beszéd miatt. Talán valamelyik Facebook csoportban találkoztam magának a Szeke Klubnak ezzel a felhívásával. Elolvastam, nyilván tudva erről az ügyről, és hát őszintén megvalva én borzasztó nagy örömmel vállaltam névvel, mindennel, a feleségemmel együtt egyébként az aláírását ennek a tiltakozásnak, mert számunkra ez, ahogy mondtam, ez totál elfogadhatatlan. Hát nekem ez nem fér bele, egyszerűen. Norbert kérdésünkre elmondta, hogy szerinte mi lenne ebben a helyzetben a megfelelő lépés, hogyan kellene kezelni a helyzetet? Ez egy remek kérdés. Azt gondolom, hogy talán az, hogy vállalni a felelősséget, hogy ez mögött mi lesz majd egyszer, az egy jó kérdés, de vagy minek kéne lennie, nyilván ez egy privát magánvélemény, de az, hogy minimum szerintem kiállni és azt mondani, hogy gyerekek, hibáztam, vagy hibáztunk a stábommal, vagy nem tudom. Szerintem ez a minimum, és nem fenyegetőzni, nem tudom, jogi eljárással, meg stb. Szerintem ez a minimum. Aztán ennek utána milyen következménye lehetnek még, az már nyilván nem az én dolgom. Lárné Stanislaw Éva, a Szentendrei Fidesz frakció vezetője, a közösségi oldalán úgy reagált az ügyre, hogy csúfot üztek a nemzeti ünnepből. A március 22-i képviselőtestületi ülésen kérdésre válaszolva Pilis Dániel elismerte, hogy nem ő írta a beszédet, majd hozzátette, az ünnepség kifejezetten színvonalas volt az azon résztvevő művészeknek köszönhetően. Amit én láttam ebből a testületi ülésben, az, hogy végig nem néztem az egész, nem tudom, volt vagy 5 óra hossza legalább a felvétel. Amit én láttam ebből a testületi ülésből, egy ilyen kis összevágott részt, abban, hát mondjuk minimum kitérő válasznak lehet nevezni azt, amit ő adott, hogy színvonalas műsor volt, és nem érti azt, hogy a fideszes képviselőknek miért az jut egyből eszébe, hogy nem tudom, hogy fogalmazott, hogy egyből őt vádolják valamivel.
Szerintem, hogyha egy készült volna egy 10-15 perces beszéddel március 15-ére, akkor valószínűleg egy fideszes képviselőnek sem, vagy nekem sem jutott volna eszembe, hogy bárkit bármivel vádoljak, mert akkor ez egy jól sikerült ünnepség, és pont, és akkor örülünk neki, és megyünk tovább. A SZEKE honlapján fellelhető az általuk indított tiltakozás szövege, az aláírók listája, valamint az eredeti és az alapján elmondott beszéd összehasonlítása is.